Szepesi Tibor polgármestertől korábban megtudtuk, hogy mivel a pavilon 8 éve egy nyári expó része volt, az egyes kiszolgáló egységeket akár külön épületben lehetett elérni. Külön volt a vizes blokk, a jegypénztár, a raktár vagy éppen a ruhatár. Ahhoz azonban, hogy a sámándob önállóan tudjon működni karcagon, ezeket a szolgáltatásokat bele kellett tervezni az építménybe, és meg kellett oldani az épület fűtését is. Mostanra a közbeszerzési eljáráson kiválasztott kivitelező elvégezte a munkát, és a sámándobot a szerződésben rögzített határidőre műszakilag átadták. Mivel azonban az épületben jószerivel függőleges falak nincsenek, egyedi bútorokat kell rendelni, ehhez is közbeszerzési eljárás kell lefolytatni. Erre szükség van ahhoz, hogy a sámándobot konferenciák, zenés programok, koncertek, előadások helyszíneként és kiállítótérként használni tudják. Annak érdekében pedig, hogy az épületet hatékonyan tudják fűteni, az eredeti költségkeretben benne maradva valamelyest megváltoztatták a terveket. Kihasználják, hogy a helyi termálvíz gázzal együtt jön föl a felszínre, amit majd egy gázmotorban elégetnek, és ezzel a sámándob üzemeltetéséhez szükséges elektromos áramot meg tudják termelni. A gázmotort 3-4 hónap alatt egyedileg készítik el. A fejlesztés során a sámándobot körülvevő 1,6 hektáros területet is fejlesztették, ehhez 8 pályázatból nyertek forrásokat.